annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Kézivásárhelyről jelentkezünk a Gyűjtemények házából. Önmagában is megérne egy komoly, hosszú filmet, hogy bemutassuk ezt a házat, ezt a magánmúzeumot. Mi most egy kicsit más céllal jöttünk, de azért megkérjük Beke István édesapját, Ernőt, hogy ezt a helyiséget mutassa be. Van valami egészen szíved bizsergető abban, hogy március 15-ét követő napon ebben a helyiségben ülünk. Mik is vannak, milyen tárgyak vannak ebben a helyiségben? Hát én mindjárt azzal kezdeném, hogy a gyűjtemények az a 2010-ben jött létre, tehát 6 éve. Kezdetben nem így gondolkodtam, hogy amit most önök látnak, hogy ez fog létrejönni, hanem ez adódott úgy, magától jött. Itt vagyunk a forradalom és 48-as teremben. Abba a teremben, ahol a fiammal kezdtük el a munkát, Istvánnal, neki volt az ötlete a falakot bársonyozni. Ez a bordó bársony, ez az ő munkája, és erre jött fel aztán a többi gyűjtemény, időközben, amit itt lehet látni, 13. vértanú plakettjét, Gábor Áron vitrint, Kossuth, Ben Petőfi vitrineket, és nem utolsó sorban a Kézdivásárhely történelmi vitrint. Itt a tálatvezetés több mint egy óra történelem szemszögből. Erre is majd alkalomattásot kerítünk, remélhetőleg a kiszabadult fiúkkal, Leke Istvánnal együtt. Bízunk abban, hogy ő fog majd egy tálatvezetést adni minél előbb a kedves nézőknek. Az édesanyát alig merem kérdezni, mert hiszen körülbelül 4 hónapja folyamatosan sír. Közel 4 hónapja, igen. Nincs lehet a 24 órából 5 perc, amit nyugodtan át tudnék élni. Mert egy anyának ez borzasztó, mikor tudja azt, hogy a fia ártatlanul, semmi ok nélkül ott van, ahol nem kéne legyen. Börtönben. Igen. És nem tudnak semmit felmutatni, és mégse engedik, hogy hazajöjjön a családja körébe. Tehát ez nem lehet kibírni. Igen. Csilla, a feleség, ő meg az erőt képviseli, folyamatosan próbálja tartani magát 4 hónapja, hogy a két gyereknek is ugye erőt adjon. Téged is arról kérdeznélek, hogy azon kívül is, hogy ennek a gyűjteménynek a létrehozásában a férjed nagy szerepet vállalt. Ő folyamatosan küzdött és tevékenykedett a helyi magyarságért. Székely emberként, magyar emberként itt Erdélyben. Miket is csinált? Ne én mondjam el, te mondd el. A gyerektáborról például mesélj, hogy is nézett ki ez a gyerektábor, amit ő veled, mint tanító, mint diplomás tanítónővel együtt megálmodott és létrehozott. Mi történt ott? Mi? Hogyan? Hát, elsősorban az indítatásáról beszélnék, hogy miért fejtett ő ki közösségi munkát, és főképp az utolsó 2 évben, mert 2 éve most már meghaladta, hogy volt egy eléggé tragikus kimenetelű balesetük, ahol sajnálatos módon egy emberünk meghalt, és Isti is több hónapon keresztül betegállományban volt. Akkor úgy érezte, hogy kapott egy új esélyt az élettől, és hogy ezt ő
hasznosan kell, hogy felhasználja, tehát felhasználja a gyerekek részére, a család részére, a közösség részére, amelyben élt és amelyiknek aktív tagja volt mindaddig. Ekkor kezdett el gyerektáborokat szervezni, gyerekeknek foglalkozásokat. Addig is folyamatosan felvállalta a véleményét, és nagyon szókimondó ember létére, semmiféle burkolás nélkül szemébe mondta mindenkinek azt, amit gondolt. Igen, felvállalta magyarságát, felvállalta székelységét, viszont megbízott mindenkiben. Hát ez a bizalom, ez mostanra valószínű, hogy átértékelődött benne, de az, amit a gyerekekért tett, az továbbra sem hagyja nyugodni, és igen, ott a fogdában, ahol van most is a tervezett, tehát rovás ABC-n gondolkodik, rovás tankönyvön, a fiával egész november folyamán ezen dolgoztak, tehát rovás ABC-t készítettek, betűket vágtak ki, sokszor este 10 órakor még ügyköltek a cégnél. Ezt megelőzően, tehát ez mind a gyerek karácsonyra készítették, logikai játékokat, kézműves dolgokat. A nyáron volt a gyerektábor, melynek aktív részvevői voltunk családostól, és hát bármilyen rendezvény volt, akár otthon is, Istire úgy tekintettek a gyerekek, hogy ó, hát jövünk hozzátok, mert a Timi vagy az Istika apukája az nagyon vicces. Tehát ő nem leereszkedett a gyerekekhez, és nem úgy próbált meg felnőttként játszani velük, hanem megtalálva a közös hangot, sokszor nem lehetett tudni, hogy ki a gyerek. Tehát ő képes volt bármiből viccet csinálni, és a gyerekek nem hazudnak. Tehát a gyerekek nyíltan szeretnek és nyíltan gyűlölnek, és ezt ki is vetítik az ember fele. És őt miért szerették, azon kívül, hogy egyivás volt velük, egy gyerekként tudott velük játszani, holott felnőtt ember? Mert olyan, amilyen. Vagy ahogy a fiam jellemzi, hogy anya, mi tudjuk, hogy milyen, ezt nem lehet elmondani, ezt nem lehet leírni. Novemberben dolgoztak a rovás ABC, apa és fia, te élted az életedet a vállalkozásotokban, amiről majd egy pár szót mondasz, hiszen furcsa, bizarr dolog, hogy biztonságtechnikai vállalkozásotok van, 3 évente ellenőriznek benneteket, hogy minden stimmel-e, elég megbízható akartok-e, minden rendben van-e körülöttetek, és ehhez képest terror jellegű cselekmény miatt vonták eljárás alá a férjedet, és tették minden bizonyíték nélkül 4 hónappal ezelőtt börtönbe. Értétek az életeteket, és egyszer csak megjelent a rendőrség, és történt egy házkutatás. Ezt föl tudod idézni, hogy kezdődött ez az egész hátborzongató időszaka az életeteknek? Több mint 10 éve vezetjük együtt közösen a cégünket, melyben biztonságtechnikával foglalkozunk. Tehát, igen, 3 évente alapellenőrzésünk van, és az engedélyeztetések is ettől függnek. Több ezer munkálat van ez a néhány év alatt, melyet felszereltünk, telepítettünk. Gondolom, hogy elég sok elégedett ügyféllel, különben nem lennénk ma is piacon. Nem találok magyarázatot arra a november 30-ai napra, amikor Szent András révén és szabad nap. Részemről dolgoztam a cégnél, mert elmaradt papírmunkáim voltak. A férjem egy ügyfélautóján dolgozott, aki bezárta a kulcsait és rajta próbált segíteni. Amikor megjelentek, hát tucatnál többen a cég előtt, és akkor megkezdődött a házkutatás. Nem egy olyan élmény, amit igazán szeretnék felidézni. Tehát részemre otthon folytatódott a lakásunkon, persze gyerekek jelenlétében, mert a gyerekeket, azokat nem szabadott elküldenem otthonról. Aki nem szabadott, ki nem engedte? A nyomozó. Tehát kértem, hogy a gyerekek mehessenek el otthonról.
Mert az 14 éves volt az egyik, és a másik... Tehát akkor még 10 éves volt a fiam, időközben betöltött a 11-et, a leányom pedig 13, és mind a ketten végignézték az egészet. Az egész házkutatás. Igen. Hányan jelentek meg a házkutatás céljából? Hogy emlékszel vissza? Hát több mint 10 személy volt, viszont ezek folyamatosan változtak, tehát voltak, akik jöttek el a céghez, jöttek vissza, tűzszerészek, egy halom olyan civil, maszkos, rendőr, nem tudom pontosan, de összvisz értünk aznap, hát kb. 50 személy volt a városba, tehát eléggé erő demonstrációt tartottak olyan szinten, hogy csak épp azt nem közölték, hogy mit keresnek és mit akarnak. Azt nem mondták meg, tehát nem azzal jöttek oda, hogy kérem szépen házkutatást tartunk. Nem. Ezt és ezt keressük, szíveskedjen önként előadni, mert hogy minden civilizált jogállamban ez így megy. Hogy nem, először tehát... meg kell kérni a házkutatást elszenvedőt, hogy adja ki önként. Csak annyit kértek, hogy tiltott dolgot tartunk-e, és mikor már két szobán túl voltak, a gyerekek szobáit leellenőrizték és a hűtőszekrénybe kerestek, akkor már nem vértársnak kérdeztem, hogy legszívesebb mondják meg, hogy mit keresnek. És akkor közölték, hogy fegyvert és robbanóanyagot. De nekünk nincs. És egészen, tehát 5 óra után fejezték be nálunk, majd következett részemre az üzletünk, onnan nem vittek el semmit, otthonról elvitték a férjem laptopját, a lányomét, vármegyés útmutatót, zászlót, egy adathordozót és egy airsoftos szirénát, amit most próbálnak összekombinálni a petárdákkal. Milyen nyelven beszéltek hozzád? Román. És figyelmeztettek arra, hogy tolmácsot igénybe vehetsz, hogyha szeretnél az anyanyelvedet használni? Nem, arra nem figyelmeztettek, arra igen, hogy ha ügyvéd jelenlétét kérem, akkor jogom van hozzá. Én beszéltem is az ügyvédünkkel, viszont tehát akivel addig tartottuk a kapcsolatot, nem tartózkodott itthon, és én úgy gondoltam, hogy nincsen titkolni valóm, és meg tudok birkózni azzal, ami folyik, ha bár nem értettem a lényegét. De nem te voltál a házkutatást elszenvedő, hanem a férjed. Te otthon voltál feleségként. Mi történt közben a férjeddel? Hát az, hogy mi történt közben a férjemmel, azt nem igazán tudom. Tehát ő elől volt a cégnél, mert ő neki ott kellett maradnia. Ott is voltak jó néhányan. Őt segítette tanácsadóként egy helyi ügyvéd. Telefonon? Nem, oda hívta telefonon, és akkor végignézte azt, amit ott csináltak. Mennyi, összesen hány óra hosszát tartott a házkutatás? Hát beleértve otthon a cégnél, az üzletbe, és Eszterneken az Airsoft pályát, este 8:30-kor lett vége, reggel 11:20-kor jelentek meg. Tehát körülbelül 50-en. Maszkban is, ha jól értettem, ugye? Tehát 50 ilyen különböző maszkos, meg egyéb ember 10 órán át körülbelül. Igen, tehát otthon viszont nálunk annyi volt, 2 hölgy, gondolom, hogy azért volt oda téve, hogyha bár a gyerekeket ott tartják, akkor enyhítő körülmény legyen. Tehát, hogy 2 női nyomozó, vagy 2 nő. Nem tudom, hogy ki milyen ürességben volt. Hatósági tanú volt? Nem tudok róla. Tehát nem volt ott senki olyan független személy, aki azt mondta, hogy ezek hatósági tanúk, akik jelen vannak. Nem, tehát lehetett, de nem nevezték meg. A lefoglalással kapcsolatban, hadd kérdezzem meg, a laptopok lefoglalásánál lezárt zacskóba helyezték ezt? Tehát olyan hiteles módon lezárt csomagolásba helyezték, amely megakadályozza azt, hogy utóbb bármilyen manipuláció történjen ezen a laptopon? Vagy csak egyszer honunk alá csapták? Nem. Tehát ezt mind jegyzőkönyv alapján foglalták le, és lepecsételt zsákokba helyezték, ilyen viaszpecséttel ellátott zsákokba. És alá kellett írjad? Igen. Minden cetit alá kellett írnom. Viszont az úgy fölöttébb érdekes, hogy a férjem lefoglalt telefonja, mert az ő telefonja szervizben volt, és a fiam telefonja volt nála, tehát azzal vitték el,
és december folyamán olyan telefonbeszélgetést számlázott ki nekem a szolgáltató, amely az ISTI telefonjáról volt indítva, nemzetközi beszélgetés december folyamán, illetve adat fel vagy letöltés december közepén. Holott ő november 30-a után nem bánhatott a telefonjával. Tehát ez a válasz arra, hogy igen, lezártba voltak elvéve. És ez a lefoglalt telefon, amiről beszélünk, amiről indították a beszélgetéseket. Igen, és a telefonszolgáltató magyarázat az volt, hogy a novemberi beszélgetést felejtettek el kiszámlázni, és ezt számlázták ki januárra. Úgy, mintha a legtöbben történtek volna a beszélgetések. Igen. Mi volt még olyan jogsértés, amit laikus emberként is látsz, és el tudsz mondani, és meg tudsz osztani velünk, hogy milyen jogsértések történtek a férjed ügyében? Tehát az első, és amit úgy gondolok, hogy a legfontosabb, hogy még a kihallgatás ideje alatt sem közölték vele, hogy mivel gyanúsítják. Tehát, hogy egyáltalán miért történik az, ami történik. Velem akkor közölték, amikor telefonon felhívtak hajnalban, hogy őrizetbe veszik 24 órára. És amikor pontosan megkérdeztem, hogy de hát akkor mondják meg, hogy miért, és mi a gyanú, mit kellett volna elkövessen? Hát terrorizmus, asszonyom. És ennyi volt a válasz. Az előzetes letartóztatással kapcsolatban nézzük meg, hogy milyen jogsértések történtek. Te mennyi idő után láthattad a férjedet az őrizetbevételtől? Hát több mint 50 napig nem láthattam. Folyamatosan tettem le minden héten a kéréseket, amikor csomagot vittem neki. Egyszer sem volt indokolva az, hogy miért nem láthatom, vagy miért van ez a döntés. Így döntött az ügyész. Az ügyész az legtöbbször nem volt elérhető. Legalábbis én ezt a választ kaptam, a csomagokat, azokat átadhattam. Amikor letettünk egy kérvényt, hogy hát azért magyarázatot kérünk, hogy adjanak egy indoklást, hogy miért történik ez, akkor a következő esettől majd engedélyezték. Tehát azután igen, találkozhattunk, viszont tehát ilyen 3 és 6 óra közti várattatások voltak folyamatosan, ami, hát igen, ember is ide próbálunk. Ráadásul ti Kézdivásárhelyen laktok, és ő Bukarestben van fogva. Tulajdonképpen miért Bukarestben van fogságban, előzetes letartóztatásban? Ezzel ugye neked is nagyon megnehezül az életed, a látogatásokkal, ennek a megszervezésével, meg hát a törvényes bíróhoz való joga is sérül, hiszen neki joga lenne ahhoz, hogy Székelyföldön bírálják el az ügyét. Hát ezt a kérdésre nem igazán tudok válaszolni, mert amikor elvitték, az ugye elég furcsa mód történt, miután Eszterneken ellenőrizték a pályát, akkor közölték velem telefonon, hogy vigyek ruhaneműt és csomagot, hozzak elé a főtérre, de azt is közlik, hogy nem adhatom át személyesen, csak a nyomozónak, és hogy a férjemet elvitték kihallgatásra Bukarestbe. Tehát, hogy miért történt mindez, nem tudok még magyarázatot adni rá, viszont amit elvettek tőlünk, és ezeket a hónapokat, nincs a világnak az a pénze, ami kárpótolhatna érte, és lehet, hogy keményebb lettem, és lehet, hogy rosszabb lettem, viszont csak annyi jót kívánok annak, aki ezt tette, amennyit nekünk okozott. Aznap, amikor Istvánt elvitték Bukarestbe, egész napos étlenszomjan állapotban volt, gondolom, nem tudom. Igen. Evette, ihatotta, eltette, de őt kihallgatták ott éjszaka? Tehát este 8:30-kor, amikor a csomagot, tehát olyan 9 óra körül oda tudtam adni, akkor igen, pakoltam élelmiszert. Azt odaadták akkor éjszaka neki, tehát egész éjjel kihallgatták. Tolmácsot biztosítottak neki? Nem, tehát Isti jól beszéli a román nyelvet, viszont ember legyen a talpán, aki a saját anyanyelvén is egész napos kényszergetés után egy éjszakai kihallgatás, és reggel folytatódott,
meg tudja védeni magát valamivel szembe, amiről azt sem tudja, és azt sem közlik vele, hogy mi az, és miért kell neki védekeznie. A védője jelen lehetett? Ügyvéd volt vele a kihallgatásra? Nem volt ügyvéd vele, tehát december 1-én nyújtott nekem hitelt az az ügyvéd, aki a mai napig is ügyvédünk. Tehát az, aki itt segített neki, vagy részt vett a cégnél a házkutatásban, nem mehetett vele, és hivatalból kinevezett ügyvéd volt, aki körülbelül annyit tett az egészért, hogy megmutatta, hogy hol kell aláírni. Tehát nem kapott lehetőséget arra az István, hogy jogairól tájékozódjon, meggyőződjön arról, hogy mivel gyanúsítják, és milyen eljárási jogai vannak, ha jól értem. Így van. A új védőt bíztál meg, ugye egy Brassóban működő román ügyvédet. Igen. Ő ütközött a nehézségekbe annak körében, hogy ellássa a munkáját. Vagy ez könnyen ment, és minden iratot megkapott időben, minden határozatról. Itt semmi nem megy könnyen, és nem ment könnyen ebben az ügyben, ugyanis több mint egy hónap elteltével lett hozzáférése a dossziéhoz, tehát folyamatos kérések letevése ellenére sem kaphatta meg. Tehát úgy kellett neki fellevezést írnia a december 1-én történt előzetes letartóztatás elrendelése ellen, ezek szerint, hogy nem rendelkezett az ügyiratokkal. Igen. És ha jól tudom, a fellebezési tárgyaláson december 9-én szinte a tárgyalás előtti percekben pillantott bele. Azelőtt kapta meg néhány percre. Igen. És ott jóvá hagyták sajnos ugye ezt a 30 napos előzetes letartóztatást. Ez történik most már a Zsacskán negyedik alkalommal, hogy társadalmi veszélyt jelent a szabad lábra helyezése, most már helyezésük, és semmiféle indoklás nélkül fenntartva a letartóztatási indítékokat folyamatosan hosszabbítanak. Habár december 2-ától kezdve több ezer ember vonult utcára, adtak róluk jellemzéseket, hogy milyen emberek a hétköznapi életben. Nem tudom, hogy a döntő személyek számára mi jelenti a társadalmi veszélyt. Ugye arról az, hogy egy előzetes letartóztatásban van ő, tehát nem büntetést kapnak ki előre, hanem az előzetes letartóztatás ugye arról szól, hogy ne szökjön meg, ne rejtőzzön el a hatóság elől, ne beszéljen össze másokkal, és a többi, és ugye miért is szökne meg, miért is rejtőzne el, amikor minden gyökere ide köti, amikor itt van a felesége, a gyerekei, a közeg, amit szeret, amiért küzdött. A vállalkozása. Normális ember azt nem feltételezi, hogy egy megalapozott életet, aki tehát tevékenységéből kifolyólag, hogy most biztonságtechnikával foglalkozik, a üzletünk van a főtér kellős közepén. Van két olyan gyerekünk, akik mindennél többet jelentenek számunkra. Tehát egy olyan közösség, amelyik tényleg kiállt mellettünk, és bárhova mentünk, eltelt a hét, és Istének haza kellett jönni, mert ezt jelentette neki Kézdi. Tehát ez elképzelhetetlen. Hogy megszökjön, hogy elmenjen, vagy akárhogy rosszat akart volna az itteni embereknek. A közösségről jut eszembe, ha nem is pont ideillik a beszélgetésünkben, nem tudom, megállni rá, ne kérdezzek. Elmondtad azt, hogy a román ügyfeleitek hogyan reagáltak erre az egészre. Ez nagyon tanulságos, mert ugye ebből is látszik, hogy a lakosságnak egy nagy része normális kapcsolatban tud lenni egymással akkor, hogyha a korrupt politikusok nem lázítják őket egymás ellen. Mit mondtak a román ügyfeleitek? Tehát valahol 99 óta vagyunk piacon, és olyan kapcsolataink alakultak ki, hogy azok a beszállítók, melyeknek tehát minimum 90%-a román, és egyet nem veszítettünk el, hanem kiálltak mellettünk.
tehát olyan jellemzéseket írtak Istiről, hogy milyen embernek ismerték meg akkor, amikor itt voltak, vagy náluk voltunk, vagy egyáltalán az együttműködésünk ideje alatt, hogy már ez is elég tétel számunkra, és erőt ad, hogy igenis ezek az emberek bíznak bennünk, azok a disznóságok ellenére, melyet a média lehozott az első három napba, és melyekben a földet tettek egyenlővé. Ott van egy papír melletted egy táblázattal. Kérlek, hogy erről szól egy pár mondatot, hiszen István nem csak, hogy gyerekekért, helyi közösségért, civil emberként tett sokat, de a közéletben is tervei voltak, hogy szeretne részt venni, tehát a helyi önkormányzatban ezzel kapcsolatban. Hát, igen, gondolkodott azon pontosan azért, hogy a közösségért tudjon tenni, és intézményesítette formában, hogy akár képviselőként részt vegyen a közéletben. Nem rég tudtam meg, hogy volt készítve egy felmérés, hogy amennyiben indulna polgármesternek vagy képviselőnek város szinten, hogy milyen esélyekkel pályázhatna. És igenis civilként majdnem 30%-ot kapott, tehát szavazatok szintjén a megkérdezett emberektől. Ő, akinek nincsenek pártok a háta mögött, de van egy civil közösség, akit gondolom, hogy az eltelt két év, és nem csak az eltelt két év, hanem itt nőtt fel, az emberek ismerik, tudják, hogy milyen ember, tudják, hogy mire képes, a bizalma adott neki egy ennyi százalékot, amivel hát sajnos azt nem tudom, hogy kik vannak előtte, vagy kik vannak mögötte, viszont nagyon sokat maga mögé utasított. És akkor igen, feltevődik a kérdés, hogy akkor most zavart valakit? Annyi szeretnénk még kérdezni, hogy ugye a fogvatartás egy nehéz időszak neki is, nektek is hozzátartozóként is, és úgy tudjuk, hogy azért ott is vannak azért gondok, illetve kérlek, hogy mesélj akkor arról, hogy hol töltötte az előzetest, hol tölti az előzetest, és valamilyen ilyen rendkívüli eseményt vagy jogsértést fel tudsz esetleg idézni, ami a fogvatartáshoz kapcsolódik. Hát igen, ez az előzetes, ez valahol előrehozott büntetés letöltés az ők esetükben, mert nem igazán látok okot ezekre a folyamatos hosszabbításokra. Tehát először a hatos szekcióban részlegen volt, ahol hát minősíthetetlen körülmények között, borzasztó kicsi területen, tehát most azt nem tudom, hogy hány köbméter levegő jutott egy személyre, és hogy vágni lehetett a füsttől, meg folyamatos pszichikai nyomásnak volt kitéve. Dohányzik egyébként is? Nem. És dohányzó zárkába tették be? Tehát igen. Egy pici dohányzó zárkába? Tehát nem tudom, hogy ez zárka-e, mert ilyen szobák vannak kialakítva emeletes ágyakkal. Hát akár szalonnak is nevezhetjük, de egy börtönben. Ugye, tehát zárt mindenképpen. Az zárt. Igen. És többen vannak, tehát többen, nem ő füstölgött ott, meg te füstölgött magában, de... Hát azt szerintem igen. Tehát az, hogy pszichikailag folyamatosan nyomásnak volt kitéve, az első hetekben a családdal, sőt velem, hogy én mit csinálok itthon, amíg ő fogva van. Ezt kik fejtették ki ezt a nyomást? Hát úgynevezett társak, de itt tényleg nagyon elgondolkodtató, hogy azok a társak voltak, vagy betett személyek. Mert az ártatásnak úgy igen, társak. Igen. Igen, mert abból kiindulva, hogy utána majd történtek ilyen szegekre vonatkozó folyamatos nyomások, hogy most mit kezdtél a szegekkel, és hogy abból lehetett volna bombát készíteni, és hogy milyen bombát. Tehát valami fogalom az, hogy most egy tárnyérnyi szeg, amit lefilmeztek ezt ennek a pályán, amivel az ablakkereteket szegezték be, hogy azzal mit lehetett volna készíteni, vagy
egy rossz kerítésből megmaradt rozsdás szegekkel, mit lehetett volna csinálni normálisan. Mert ez volt a valóság? Tehát, hogy azok a szegek, amiket lefoglaltak, az a rozsdás kerítésből? Nem foglaltak le semmit, csak lefilmezték. Tehát, hogyha valaki bekerül egy bünténnyel előzetesbe, akkor nincs onnan tudjon ezekről a dolgokról, amiket Istinek mondogatott, hogy most mit csináltál a szegekkel. Tehát egyáltalán honnan voltak ezek az információi, hogyha nem beépített ember volt. Igen, ugye annyit azért idézünk föl, hogy az ügyészség, a szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség nyomoz az ügyben, és ők hát úgy fogalmaztak a nyilvánosság előtt, megbélyegezve Istvánt, hogy a szélsőséges nacionalista 60 év vármegyei ifjúsági mozgalom aktivistája, aki Erdélyben revizionista, szeparatista célokat képviselt és Nagy-Magyarország visszaállítására készült, és utána tulajdonképpen hát egy terrorista elkövetőként állították be. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy elhangzott még az is, hogy ha jól tudom, hogy volt olyan raptárs, aki valamifajta áldozat szerepről beszélt vele kapcsolatban, tehát mint egy... Tehát volt ilyen, hogy Isti bármit tenne, és bármit változna, ő úgyis áldozat marad, és hogy ő áldozat kell legyen. Tehát mikor folyamatosan mondod ezt egy embernek, aki hetek óta be van zárva, és ő nem az az ember, aki két percig egy helyben tud ülni, akkor tényleg elkezd gondolkozni rajta, hogy most akkor én tényleg áldozat vagyok, de miért vagyok áldozat? Tehát Isti soha nem volt az az ember, aki híve lett volna az agymosásnak, mert most nem találok más kifejezést, úgyhogy rájött, és közösen rájöttünk dolgokra, hogy minden mire megy ki. Mire? Mert tényleg áldozatnak akarják kihozni. Hogy így jár, aki a magyarságért, a székelységért fölemelje a szavát, és egyesületnek tartozik. És kimondja, amit gondol, igen, és kimondja, amit gondol, és felvállalja azt, és nem azt mondja, amit elvárnak tőle, hogy mondjon. És a Nagy-Magyarország visszaállításának a felvállalásáról van szó, vagy a székely nép, az erdély magyar nép hagyományának a megőrzéséről, megmaradása és boldogulása érdekében? Ez a Nagy-Magyarország visszaállítása, ez szerintem így, ahogy ők feltüntetik, ez egy óriási ökörség. Tehát ő Isti elsősorban a székely népért, a helyi közösségért próbál dolgozni, hogy azok az értékek, amik még vannak, azok átmentődjenek a következő generációba, és azok által próbáljunk megmaradni és fennmaradni, mint székelység, mint magyarok. Tehát ezt nem valakinek a kárára, és semmiképpen nem ilyen módszerekkel, mint amiket előrevetítettek. Igen, és nagyon érdekes, hogy tavaly Bukarestben a Román Frontline Media Club szervezésében volt egy média beszélgetés, ahol egy jogvédő szervezet, az Active Watch vezető egyik aktivistája úgy nyilatkozott, hogy ezek a székely terroristáról szóló híradásokra a romániai magyar közösség egészét megbélyegezték. Ezt hogy gondoljátok, vagy hogy gondoljátok, bátyám? Igen, ennek az ügynek ez egy szomorú vetülete. Tehát nem elég az, hogy kitalálták és ráfogták, hogy első számú román terrorista, hanem emellett a székelységet is megpecsételték, hogy a székely nép terrorista, ami egyáltalán nem igaz, hiszen a székelységnek a történelemben, ha megnézzük, egyáltalán nincs ilyen jellemvonás, hogy terroristák lennének. Hogy ez miért kellett ezt a terrorista szót rá és a székely népre ráhúzni, ezt az elkövetkezendő idő majd meg fogja mondani. Igen, ugyanezen a sajtó média beszélgetésen Gabriel Andreescu, emberi jogi aktivista kifejezetten megkérdőjelezte ennek a terrorizmus ellenes ügyészségnek és a román hírszerzési szolgálat professzionalizmusát, mert szerinte politikai nyilatkozatot adtak ki szakszerű tájékoztatás helyett. És arra is rámutatott, hogy lényegében egyfajta önigazolásnak
hozzák elő ezeket az ügyeket, ezek a szervek, hogy saját maguk létezését igazolják, ezért kell felfesteni a magyar identitizmus veszélyét, ahogy fogalmazott Andreescu, román jogvédő. István a központi fogdában van most jelenleg, ha jól tudjuk. Igen. Ott milyen viszonyok jellemzik az ott tartózkodását? Tehát mindenképpen összehasonlítva az előző fogvatartási helyen normálisabbak a dolgok, illetve az ottani emberek is megismerték azt, hogy egyáltalán a férjem milyen ember, és hogy semmi köze nincs sem a terrorizmushoz, sem az állam, az alkotmány ellenes tettekhez és egyebekhez. Viszont a pszichai nyomás az ott is létezik, tehát úgy szobák szerint vannak beosztva. Most nem tudom, hogy odaállított emberek, besugók, vagy egyszerűen tényleg ilyenek, de volt velük egy drogos, aki folyamatosan fenyegetőzött azzal, hogy össze-vissza vágja magát, és akkor ezt meg is tette. Vagy jelen pillanatban van olyan, aki folyamatosan provokálja őket. Tehát ez is hozzátartozik ahhoz, hogy hogyan próbálják az embernek törni. Meg van még egy furcsa szobatársa, jól tudom, vagy volt egy magyarabb ember, aki... Igen, erről beszéltem most, hogy ez próbálja folyamatosan provokálni. Itt is többen vannak az árkában? Tehát jelen pillanatban hatan vannak. Mekkora ez az árka itt durván? Hát olyan 4x4-es emeletes ágyakkal középre egy betett asztallal, úgyhogy nem tanszterem. Kapcsolattartás lehetősége az, hogy áll fenn, telefonálás például az... Telefonon beszélgetünk minden kedden, szerdán és csütörtökön, és akkor 4 napig nem, illetve hétfőn van látogatási jogom meg, hogy csomagot tudjak vinni. Ez úgy ABC-sorrendben van megszabva betűk szerint. Hát az a fél óra, az, amíg beszélhetünk, az borzasztó hamar eltelik. Nem könyvmentes, de próbálunk kitartani. Te hányszor találkoztál Istvánnal összesen a elmúlt, most már közel 4 hónapban? Hát ezt még nem számoltam össze, mert volt néhány eset, amikor csak úgy a folyosón, vagy éppenséggel a tárgyalóterem, de bemenve láthattam néhány pillanatig, és akkor közölték, hogy zárt a tárgyalás, és akkor ki kellett vonulni. Itt egy pillanatra én szeretnék megszólalni, hogy egyetem legyen nézők számára, hogy milyen tárgyalásról beszélünk. Tehát itt nem érdemi tárgyalásról van szó, hanem az előzetes letartóztatás meghosszabbítását tárgyalják csak, hiszen még vádemelés sem történt. Tehát eltelt 4 hónap, ilyen elég rettenetes körülmények között, távol a hazájától, távol az otthonától, és nem sikerült ez alatt a 4 hónap alatt megfelelő mennyiségű bizonyítékot prezentálni arra, hogy vádat emeljenek, tehát még vádemelés sincsen, nyomozati szakban van az ügy, tehát nem érdemi tárgyalás, hanem előzetes letartóztatás tárgyalás történik. Ugye ezt így kell érteni? Igen, persze. És tehát folyamatosan az ügyészség kéri a hosszabbítást, ugyanazokkal az indokokkal, kezdettől fogva, tehát nincsen sem plusz, sem mínusz, viszont a döntés az folyamatosan a hosszabbítás mellett van. Hadd kérdezzem meg, hogy mivel elég kevés már az időnk, hogy a 4-5-ök közül kinek van még olyasmi, amit feltétlenül megosztana, vagy hogy Tomi, neked van esetleg valami, amit még mindenképpen szeretnél megkérdezni? Igen, mindenképpen meg kell kérdezzük azt, hogy most már nem csak István van ebben az ügyben előzetes letartóztatásban, hanem egy másik földie, Szőcs Zoltán, szintén Kézdivásárhelyi székely fiatalember. 5. december 29-én helyezték előzetesbe, vagy fogták el. Egy pár mondatot is meg tudnátok elmondani arról, hogy erről mit gondoltok, és... Tehát, ha nem tették volna ezt akkor decemberben, akkor van összműleg, hogy január 4-én is itt szabadlábra helyezik, mert nem lett volna okuk tovább tartani. Így kerítettek, mert nem tudom másképp nevezni, egy úgynevezett felbújtót a Zoltán személyében, és akkor a kettőt összetéve, hát tényleg egyfajta önigazolási kényszer, de ebben az ügyben
mert hogyha arra gondolunk, a szervezett bűnözést jelentő intézmény, a DIIK-ot, jelenlétét igazolta ezzel, mert egy személy semmiképpen nem jelent sem bűnbandát, sem szervezetet, végül is kettő sem. Tehát ez egy olyan forgatókönyv, aminek sajnos mindketten áldozatai. Viszont most úgy eszembe jut egy mondat a férjem leveléből, amit a gyerekeknek írt, hogy a jó Isten is az igazság mellettünk van, és nincs amitől félni. Csak ki kell bírni. Van még olyan, ami önökben reked, tehát amit még szívesen megosztanának velünk és a nézőkkel? Igen, van. Tehát a család, aki közelik vagyunk, és úgy ismerjük Istvánt, hogy ő igaz ember, és meg van győződve, hogy ő ártatlan, és az első napoktól fogva a város nagy része is megérezte, az egyszerű ember is, és kiállt mellett, az igaza mellett. És ezért vonultak 30-szor ki tüntetésbe. Nem is nagyon volt a rendszerváltás óta ilyen fajta tüntetés sorozat itt Kézdivásárhelyen, ugye? Tehát hiába, hogy az alkotmány biztosítja az európai normák a gyülekezéshez való jogot, tehát az ahhoz való jogot, hogy összejönnek az emberek, tüntessenek, stb. Ez itt nem annyira volt divat, vagy szokás, hogy így mondjam, mert mindig fenyegetően jöttek a rendőrök, stb. Tehát volt egy ilyen hangulat, hogy jobb nem erőltetni ezeket a dolgokat. Tehát tulajdonképpen az Istvánék fogvatartása hozta elő ezt az erős szellemet az emberekből, de igenis kiállunk és adjuk az arcunkat és a nevünket úgymond ahhoz, hogy az igazságot követeljük Beke Istvánnak és Szűz Zoltánnak. Jól mondom? Igen, és mindig azok a kiáltványok, amiket kitaláltak, hogy Istvánt hazas, engedjétek szabadon, tehát az egész várost végig vonulva, és ahogy ezt kiabálták, hát akkor tudtuk igazán meg, hogy tényleg mennyien vannak, akik szeretik őt. Mert minden nap hagyva munkájukat, hagyva bármit, 4 órakor gyülekeztek, és felvonultak el a rendőrség, a törvényszék, és még bíróság. A bíróság előtt, és mindenütt a megfelelő kiáltványokkal. Tehát ezt az összefogást, ezt érezni kell. Mennyien hazavárják? Nagyon sokan. Tehát ez nagyon szép, így Kézdi részéről. Ez az összefogás, összetartozás. Tehát innen is lehet látni, hogy ki ő tulajdonképpen. Különös hangulatot ad a főtérnek, ennek a csodás főtérnek, hogy két balkonon is látunk egy-egy feliratot, ezt esetleg elmondaná, de Csilla, hogy mi olvasható ezeken. Igen, tehát két felirat, szabadságot Beke Istvánnak, és szabadságot Szűz Zoltánnak, és borzasztó fájdalmas ránézni. Nem is tudok ránézni. Mert tudom, hogy egy igaz ember, egy jó apa, egy jó férj és egy jó gyermek. Nem idealizálom, mert azt is tudom, hogyha egy pillanatig hibásnak gondoltam volna, vagy hittem volna, hogy ő képes lenne ilyesmire, lehet, hogy összecsomagoltam volna gyerekestől, de ő nem az az ember. Ő ha segíteni nem tud, akkor nem árt. És tegnap a nemzeti ünnepünkön is különleges élmény volt, hogy mellettük kiálló feliratokat láthattunk, még szekereken is egyik nagy, hatalmas, legnagyobb március 10-i felvonulás és ünnepség zajlik itt Kézdivásárhely főterén ilyenkor, és hát a Gábor Áron szobra mellett is, ha jól láttam, ott volt ez a felirat, ezt hogy értétek meg? Hát ezt a feliratot már többször láttuk viszont a szombati kivonulásokon. Nem tudom, tehát
borzasztó módon érzem magam, ha ránézek arra a feliratra, de átjön az is, hogy akik ezt megcsinálták, és akik viszik, azok igenis felnéznek erre a két emberre, és hisznek bennük. És mit szóltok az, hogy a magyar miniszterelnök helyettes, Magyarország miniszterelnök helyettese Semmilyen Zsolt megszólalt ebben az ügyben, és nem kevesebbet mondott, mint sem, hogy bizonyítékok nélkül tartják fogva Istvánt és Zoltánt, és hát ez elfogadhatatlan. Ezt hogy éritek meg, hogy kiállt Magyarország miniszternek? Ugyanis ez nem tudom mennyire közismert, de mind a ketten magyar állampolgárok is. Igen, így van. Tehát mindenképpen tiszteletre méltó Semmilyen Zsolt részéről ez a hozzáállás. Amit hozzáfűznék, hogy nagyon sok helyi vezető részéről, és nem csak, elvárt dolog lett volna egy olyan hozzáállás, hogy legalább az ártatlanság vélelmét előrevetítsék a fiúk fele, ami nem történt meg. Tehát ha ez a helyzet hozott részünkre nagyon-nagyon sok barátot, megmutatta az embereknek az igazi arcát is, negatívumot is, de pozitívumot. És valahol a helyzetnek a morbidsága az, hogy azt hiszem, hogy több barátunk van, mint volt valaha. Ezt nem a politikusokra vonatkoztatta. Értem, még azt kérdezném meg, hogy román ügyvéd képviseli Istvánt, egy brassó ügyvéd, de ha jól tudom, most nemrég megbízást adtatok egy kiváló magyar ügyvédnek is, aki itt LA területén is működik. Mondhatok erről néhány mondatot? Tehát figyelembe véve azt, amit ti és Krisztina tett Strasbourgba, a felszólalásait, azt, ahogyan kiállt értünk a fiúkért, erre gondolva, hogyha sikerült már végleges döntést kapni az egészről, és mindenképpen tehát a megélt sérelmeket, azokat, amiket nekünk okoztak, hogy kártérítési kárpótlás, nem tudom, hogy nevezzem, mert ezt pénzzel nem lehet kárpótolni, amit velünk csináltak. Valahol igazságkeresést szeretnénk Strasbourgban folytatni. Az emberjogi bíróságon. Tehát ez a megbízás, ez Menyhárt Gabriella ügyvéd fele szólna, és nagyon remélem, hogy kiderül az igazság. Erdő bátyám, milyen szervezet ez a 64 vármegye ifjúsági mozgalom? Annyi mindent mesélnek róla, beszélnek róla, jót is, rosszat is. Mi az igazság? Miket csinálnak ezek a fiatal emberek, meg ifjú nők? Igen. Ez a 64 vármegyéről ebben a teremben többször kérdeznek meg engemet román újságírók. Ez alkalommal, ami történt itt. És én visszakérdeztem, mit tudtak a 64 vármegyéről? Hát ők azt mondták el, amit ugye szajkóztak, általános dolgokat, hogy ilyen meg olyan rossz az a bizonyos vármegye, hőbörgők, stb. És akkor én hirtelen akkor azt kérdeztem, mi a pozitív, mit jót tudtok mondani? Hát, na mondom, akkor mondok én nektek jót, ami helybeli a 64 vármegye. És mit csináltak? Hát ezek a fiatal fiúk, lányok, asszonyok, kész emberek, három havonta összeszervezkedtek és mennek vért vetetni, vért adnak. Ebből a pénzből, amit összegyűjtöttek, csomagokat készítenek az időseknek, a rászorultaknak, olyan gyermekeknek, diákoknak, akiknek nehéz az írkát, a ceruzát megvenni, és elvitték Komandóra, fel a hegyekbe, és odaadták nekik. Ezek az emberek voltak azok, akik, amikor Oroszországban volt a nagy árvíz, önkéntesen ott voltak, kiváltak, és megvédték a házak egy részét, két éjszaka nappal a sódért lapátolták, és gátat emeltek, és nem vitte el az
orosz faluba a házakat. Ezek az ifjak gyermekek voltak azok, akik nyaranta tábort szerveztek a fiataloknak. És velük voltak, ott voltak, önzetlenül, és a gyermekek, amikor azt mondták, hogy mi a legszebb benne, mit találtatok itt, mit válaszoltak. Jövőre is jövünk, tessenek szervezni. Tehát ebben minden meg volt, ugye ragaszkodás a gyermekekhez, és ez mutassa azt, hogy ezek a fiatalok, akikre annyi minden rosszat mondanak, hát tulajdonképpen ők jól csináltak, és nem rosszat. Ez a 64 vármegye egyik fele, az egyik része. Mondjam még azt, hogy a nemzetnek is csináltak. Mit? A katonasirakot, amiket sokan nem kaptak meg, nem kezeltek, ők elmentek, felfedezték, sírhangot emeltek, virágot ültettek, és ez természetes, valakinek nem tetszik. Hát ezért is rossz ez a vármegye. Hát én nagyon remélem, hogy a fiam, hogyha hazajön, őt nem fogja megtörni ez az idáig 3-4 hónap, ami van, és valóban ki fog állni továbbra is, és ezt a nemes dolgot, amit eddig csinált, így fogja aztán majd tovább azt ő csinálni és végezni. És ezt adja tovább, mert ezt kapta tőlem, és ezt kapja tovább, azt adja tovább a gyermekeinek is. Én ennyit akartam mondani ezzel kapcsolatosan. Köszönjük szépen, Csilla, téged kérdezni, hogy esetleg édesanyát is, hogy a két fiatalember, Zoltán és István, hogyan ismerkedtek össze? Jól tudom, hogy valahogy az árvíz kapcsán ott a 64 vármegyében? Tehát ők már ismerték magukat, tehát Kézves ez egy kicsi város, és hasonló korosztály, ha bár Zoli fiatalabb, mint Isti. Ismerték már előzetesen egymást, viszont Isti akkor döntött el az oroszfalvi árvízkor, hogy hozzuk szeretne tartozni, mert az a viselkedés minta, és amit ott csináltak, és igen, a Zoli vezetésével, az számára mindenképpen magasztos volt, és egyezett az értékrendjével, hogy szükségben ismerszik meg az, hogy kiállunk-e egymásért, vagy éppen hagyjuk. Ünnepségeket, ilyen nemzeti ünnepeket is ők szerveztek, vagy... Hát pontosan december 1-én lett volna egy megemlékezés, ami a Székely hadosztály megalakulásáról szólt volna, és a Kartófiak Károly szobornál lett volna. Engedélyek minden volt kérve és előkészítve. Ez lett volna december 1-én reggel 10 órakor. És más egyéb, tehát hogy most láttuk, hogy március 15-én is azért jelen volt a HVI-en, tehát hogy mennyire ezt a magyar szállat, Székely szállat mennyire erősítették itt Kézdivásárhelyen. Minden esemény, ami egyszer a magyarsághoz, magyarság tudathoz, székelységhez köthető, azon részt vesznek, és tiszteletben tartják. És szenvednek is retorziókat, ha jól tudjuk, tehát volt már több alkalom, hogy a HVM itteni tagjai ellen eljárás indult, megbírságolták őket. Tudsz esetleg erről néhány részletet elmondani? Hát a székely zászlós ügy az, ami elég sok ideig húzódott. Tehát amikor a prefektusi döntésre a két székely zászlót eltávolította a városvezetés a Gábor Áron szobor mellől, akkor a vármegyések voltak azok, akik csak azért is visszarakták mindannyiszor, mert annak ott a helye. És ezért megbüntették őket? Igen, és még vannak folyamatban lévő perek. Thank you.
Van két fiatal ember, akiknek a nevét az elmúlt hónapok során megismerte egész Kárpát-medence. Az egyik őket Beke Istvánnak hívják, másik őket Szőcs Zoltánnak. Az ő édesapjukkal beszélgettünk itt Kézivásárhelyen, egy csodálatos szobában. A Beke István édesapja és István által közösen létrehozott múzeumban, annak az 1848-49-ről szóló szobájában. Beke István édesapja Beke Ernő, és Szőcs Zoltán édesapja Szőcs Zoltán, idősebb Szőcs Zoltán. Mi történt az ön fiával? Mindketten ugye a székelyek, a magyarok jogaiért, méltóságáért, nemzeti önrendelkezéséért küzdöttek egész életükben, egész fiatal életükben. Beke Istvánról már filmünk előző részében hallottunk részletesebben. Zoltánról is mondjon valamit, hogy élte ő meg a magyarságát, hogy élte meg a székelységét, mit tett az itteni közösségért? Hát ő is nagyon lelkesen, mivel szereti azt a népet, azt a közösséget, sokat tett azért már, hogy mindenki érez jobban magát, nem mint amikor mi voltunk fiatalabbak, akkor nem voltak megengedve, és ők úgy gondoltak, hogy adjak az emberekbe vissza azt az erőt, azt a bizalmat, hogy azért csak lehet élni jókedvvel, és felemelt fejjel. Ő neki alt és csinált ilyen szervezett ilyen kisebb koncerteket, fellépéseket, akkor táborokat rendeztek, Székely-sziget, az is, hogy három évben egymás után azt megtartották. A kisgyerekekkel foglalkoztak, de a történelmet és még minden, nem táborokat csináltak, ilyen három-négy naposokat. Akkor, amikor bajban volt a nép, vagy akik nem volt amivel segítség, akkor rámentek, bírtottak, segítették az embereket, a szegényeket, a magyar közösséget. Gyűjtögettek öröki árukázban ruhát, cipőt, ki mit tudott, és hordozták egész itten a komandótól, hogy mondjuk mi egészen a Csangóföldig, mindenkihez elvitték a csomókat. Karácsonykor, húsvétkor, ez volt a, amit ő nagyon szeretett, és aztán igazán szívő csinált még mindent, imádta, és nagyon szeretett mindig, hogy mozgékony volt, mindig tevékenykedett. Öröki szervezte be barátokat, hogy ide megyünk, oda megyünk, segítünk itten, amikor baj volt, víz volt, árvíz, akkor mentek oda, Kézdin, akkor volt Szentgyörgyön, mentek Szentgyörgyre, és ott is segítettek. És mindig az volt meg az egész gondolata, hogy legyen mindenkinek jobb élete, és könnyebb. Mivel így könnyebb, ha nem barátságban él, és felmelőbb. Na de... Szépen ez. Alakult az élete, hiszen szép mennyasszonya lett, most készülődtek volna, vagy készülődnének az esküvőre. Szép hivatást is választott, hiszen kertész lett. Igen, kertészkedik. És elutazott két hónapra külföldre munkát végezni, és amikor hazajött, akkor valami egészen rossz dolog történt. Addigra már a barátja, Beke is igen, már börtönben volt. Igen, addig elvitték. Ugye előzetes letartóztatásban volt. Ő ezt odakint Németországban, vagy nem tudom, hol volt, Franciaországban meghallotta, de teljes természetességgel hazajött. Tehát fel nem erült olyasmi, amit most a bíróság, ha nem is mond ki, de állíthat, hogy azért tartja őt fogságban, mert megszökne a hatóság. Igen, vagy közveszélyes még. Ja, azért kell vádol a közveszélyesnek. És ugye ő, hogy ott közösett volna, akkor ha kellett mondani, hogy a kobrákat fogják, akkor Marvét. Úgyis mit hagytam még, ha az 20-án, és elvitték 29-én. Tehát meg 2015. december 20-án megjött Franciaországból, de nem tartóztatták le, nem vették őrizetbe, hanem 29-én szabadlábon volt, és azt csinált, amit akart, de történetesen nem követett el semmiféle terrorcselekményt, amivel ijeszgetik itt folyamatosan az egész országot, hogy ők ilyen cselekményre készültek volna. Aztán ott a haszkutatás, ottan is elvittek ilyen vasalbérkönyvet, akkor
kisebb ilyen barmegyés címkéket, pollókat, nagy piros fejezőt, magyar zászlókat, székely zászlókat, ilyen kicsi zászlókat a gyerekekben szoktak adni ilyen táborokba, vagy valahol. Ezeket tartották bizonyítéknek a terrorcselekmény szempontjából. Aki magyar zászlót tartott, igen, hol, vagy vasalbert könyvelt, az már terrorista, gyanús. Igen. Úgyhogy ez is mérgesítő. Mondta, hogy a vasalbert könyvet felolvasás céljára is használták. Igen, a város központban volt vasalbert délután szervezve, hogy több fiatal gyűlt össze, és felolvastak. Ez feltűnt a rendőrségnek, és leigazoltatta őket, hogy hát miért vannak, mit csinálnak ott. És ők mondták, hát olvasuk. Jó, de hát mit olvasnak? A vasalbertet olvasuk. Na és? Hát baj van, tessenek, igazoltassuk önököt, mert háromnál többen gyűltek össze. Ez volt az igazoltatásnak a célja. Na hát nem adták oda, akkor azt mondták, jó, rendben, kettő marad. Ezért napadon kettő a túlfelő, átült túlfelő. Akkor nem vagyunk sokan. Tehát fiatalok, ment az ész, persze tovább olvastak, és mit olvastak? A vasalbért könyveket olvasták. És itt, ahogy értesültem, szintén ezekből a vasalbért könyvekből vittek el, foglaltak le, abból a vasalbért könyvekből, hogyha a Székelyföldön, de nem csak, még a részesebb, még a távolabbi részekre is, hogyha elmegyünk, bizony minden házba előfordul vasalbért könyv. Van. Nekem is van egy egész sorozat vasalbért könyv. Tehát akkor ezek szerint... Lehet, szabadna mondani, mert önt is elviheti bármilyen. Hát ezek szerint igen, de itt felteszem én azért a kérdést, hogyha engem visznek a könyvekkel együtt, akkor azt is el kell vigyék, aki ezt a könyvet kinyomtatta, jóvá hagyta, hogy kinyomni, és ebből hasznot húzott. És ha jól tudom, nem is magyar származásúak voltak, akik kiadták. Így van, van a másik, hogy ez a könyv lefordítódott román nyelvre, az is kinyomtatódott, az is eladódott, tehát valaki két hasznot húzott le. Akkor őket is, mint társ, szerzők, ugye, én csak élvezője vagyok a dolognak, ők hasznot húztak belőle, akkor előre őket kellene elvigyék is, majd esetleg engemet. Mielőtt tovább megyünk a történetbe, mert mi azért is vagyunk itt a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal, hogy egy általános emberi jogi helyzetképet kapjunk a Székelyföld, illetőleg Erdély és a Partium helyzetéről. Pontosítsuk egy kicsit, hogy ez, amit a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatban mondott Ernő bátyám, tehát, hogy itt Kézdivásárhely főterén történt, hogy négyen voltak, akik egy padon ülve felolvasták Vasalbert novelláit, és az, hogy háromnál többen nem gyűlhetnek össze, ez most akkor ez a Ceausescu időben volt, vagy most volt? Mert ez most volt, ez most mert volt. Mert a fiatal emberek túl fiatalok ahhoz, az önök fiai, hogy a Ceausescu időben lett volna, de én azt hittem, hogy ez csak akkor volt. Tehát háromnál több ember engedély nélkül nem gyűlhet. Ezt mondták, ez volt az ürügy, hogy ezért igazoltatják le őket. És akkor ők ültek át, egyik padról a másik, ne legyenek hárman. Így van. Na és aztán, hogy alakult ennek a Vasalbert könyvnek a sorsa? Tehát mondta, hogy ezeket a dolgokat lefoglalták, és hát persze nem is a könyvnek a sorsára vagyok kíváncsi, hanem hogy maga ez a rendőri intézkedés, ez hogy történt? Egyáltalán milyen volt ez a házkutatás? Kik jöttek ki, hogy jöttek ki, hányan? Három ilyen mondjuk úgy, hogy dubba, az a nagy három asztali volt ilyen maszkosokkal, és három kicsi kocsi, amelyek ilyen voltak azok valami rendőr, tehát civilbe. És ők azt mondtam, akkor bevérmentem, és megkezdtem, hogy mit keresnek is, azt mondtam, hogy itt a papír, elolvastam, hogy igenis, hogy az házkutatás, ez jogos. Kérdeztem, akkor mit keresnek? Mondják meg, hogy mit keresnek, akkor hogy adjuk oda. És még a fiam is mondta, mondja meg azt, hogy ne, ha anyára dobál minden szerte. Azt mondta, nem, hogy jöjjön nyugodtan, mert mondta, az én házamban. Azt mondja, van nekem a rendőr, hogy azt mondja, most a miénké, azt mondja. Most az ő házik lett. Az övéké lett. Neki mondta, hogy olyan hára vagyok örökké, ahol engemet lapnak. És ők végezték a dolgokat. És mondom, ilyen dolgokat, vagy zászlókat elvinni. Pollókat, ilyen, ami egyszerre írás volt rajta, mit tudom én, Karpátia, vagy egy pár minden szedtek ezt, gyűjtöttek ezt. Kérdeztük, hogy miért kell ezeket? Ők ez.
És mit mondták, amikor rákérdezett, hogy mégis mit keresnek? Hogy nem árulják azt mondta, el? Nem, azt mondták, hogy hagyják, ők megkapják, amit ők keresnek. És akkor összegyűjtötték ezeket a zászlókat, nemzetérzelmi pólókat, könyveket, vasaldert, stb. És egyebet, olyasmit, ami ténylegesen mondjuk európai mércével is bűncselekménnyel összefüggő bűnjel. Nem volt semmi. Nem volt. Voltak ilyen kicsi ilyen műanyag golyócskák. Hoppá! Az, amikor azt a kicsikék voltak, akkor pisztolyban lövődeztek vele. Uh-huh. És az megmaradt egy dobozban. Egyenként megszámolgatta, azt hiszem 47-et számolt még. Mondom, hát mit számol ezeket még? Tehát egy gyerekjáték magaló. Megmaradt, igen. Megmaradt ilyen kicsi. Milyen szerint, hogy nekem lányaim vannak, hogy én nem járhatok így, hogy egyszer csak kijön a román rendőrség, és valami játékpisztolyt találnál. Hát, ez fél Barbie babákat, de lehet, hogy ez is veszélyes. Lehet. Hogyan folytatódott? Mert én itt eltérfálkozom rajta, ugye bocsánson meg, nekem is közben az öngyereke pedig börtönben van most már, ugye is már 4 hónapja, az öngyereke is 3 hónapja. Hogy került ő akkor börtönbe? Tehát folyt a házkutatás, az Zoltánt oda hívták a házkutatásra? Az érdekes, mert az, a fiam nem is volt oda haza, kim voltam egy asszonyán ahót Berezbe. Utána mentek, nem tudom honnan tudták, hogy ott van, de oda mentek, onnan behúztak a lakásunkba, ami is adta a házkutatást, és akkor mondta az egyik, hogy még kemények még 3 helyre. Na jó, akkor mennek a másik fiamhoz, na nem oda, aztán elmentek anyósomhoz, akkor utána a fiamnak van egy lakása, most vettem, még nincs berendezve sem, az is oda is bementek, de csak azt csináltak, bementek, benéztek, és jöttek ki. Akkor még a mennyasszonyának, a fiamnak, mennyasszonyának van egy, nagy magának egy lakása, hogy lakatlan van évek óta, de oda is elmentek. Uh-huh. Azért kinyitottak az ajtót, beadjuktak a fejüket, és ennyi volt. És végül is őt azért jöttek, hogy vigyék el, nem azért, és láttuk azt, hogy nem azért jöttek, hogy keressenek, hogy kapjanak még valamit. Hiszen nem azért jöttek ők csak, hogy vigyék el, valami okot, hogy eszesztettek olyan dolgokat, hogy mégis mondjuk vigyenek ők is el. És akkor vitték a gyereket? És utána igen, akkor vitték el. Hát borzasztó volt, amikor három kicsi kocsi egymás után mentek így. Borzasztó volt. Egyedül csak őt vitték, ennyi ember. Hány ember körülbelül? A lakásban voltak 6-on, akkor a tömbház előtt 2, és akkor a kocsikkal mentek körbe kereken, és akkor cserégették egymást. Akkor ez egy rend lejött, csak mentem el a másik rend. Uh-huh. Fáradtak el valami, nem tudom. Tehát egy nagyon komoly koreográfiával. Jó, igen, de úgy, hogy az emberekben is belépték a frász, mert hogy mentek körbe, mutatok az emberek is, hogy mit akarnak elég. Annyian jöttek ide, mi jöttek ide. És aztán engedtek, senki sem ott az abbi ott a napon. Elég félelemkeltő lehetett. Nagyon-nagyon, borzasztó, hogy ilyen maszkos alakok, ugye ez már minden nap fordul elő. Borzasztó. Bár hallom, hogy változik a koreográfia, mert most már, ami tegnap volt, vagy ma volt, előzetes letartóztatással kapcsolatos tárgyalás Bukarestben, ott már 2 teljesen civil fegyőr kísérte, igen, a Zoltánt, oda mehetett megpuszilni a mennyasszonyát, tehát most már ez a hacuka, ez a különböző ilyen terror elhárító, ez most már úgy eltűnt. A terrorizmus vád is eltűnt, mert nincs amivel, nem tudnak semmit csinálni. Most is ők kérték a halasztást kértek, mert az ügyész nem itt áll, nem tudom, milyen papírokat, doszart. Igen. Hát azért, mert nincs is mit felmutassam, hiszen bizonyítékokat kellett volna felmutatni most már ennyi idő után arra, hogy valóban megalapozottan gyanúsítható Zoltán elég súlyos cselekményekkel, ugye, tehát alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, meg terrorcselekmény, meg tiltott robbanószer tartása és ilyesmi. Tehát itt úgy tűnik, hogy egyre jobban gyengül ez az eljárás. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen nyelven szóltak önökhöz a kiszálló rendőrök? Románul, de volt egy, hoztak egy magyart is, egy Szent Györgyi, csak is ilyen, az is maszkos volt, és azt mondta, hogy amit nem értünk, azt ott lefordítsa. És most hoztam, mint fordítónak. Annak hoztak őt oda, hogy... De hát ne sokat nem tudtunk beszélni. És így maszkban volt, és abban fordított? Maszkban volt, de amikor bejöttek a szobába, akkor levették ők. A többiek, akik ilyen, te tudok szerékezni, az komolyan, mint ha mentek volna a háborúba,
védőkkel, minden, azok nem. Mert keverednek egy kicsit, úgy látom, a szerepek, nem, Tomi? Tehát, hogy aki fordító vagy tolmács, az ne legyen maszkban, hát, nem? Nem, azt alá. Tehát egy nem tekintető szabályszerű tolmácsnak, ugye a tolmácsnak az a szerepe, hogy ő nem lehet része a nyomozó hatóságnak, ő egy elkülönült szakember, aki a tanú kötelezettségeivel, ja, a szakértő kötelezettségével kell eljárjon egyfajta semleges szereplőként. Vagy még akkor magyarul beszélő nyomozó legyen, akivel magyarul lehet egy-egybe kommunikálni. Értek a magyar nyelvű megszólalás lehetőségével? Önök? Itthon? Igen. Én igen, legalábbis én. Uh-huh. A fiamnak, ő kevésbé tud románul, ott neki már kötelező nekik kellett adjanak, fordított kell neki adjanak meg. Tehát ő kérte is, hogy akkor legyen, és ezt megkapta. Mikor lehetett ügyvédhez fordulni először? Mikor lépett be ügyvéd a Zoltán részéről az ügyben? Hát az nagyon-nagyon nehéz. Ahogy kaptunk ügyvédet, pont az ünnepékkor vitték el, mindenki szabadságon. Hát 29-én vitték őt el. Hát 5-én kaptunk egy ügyvédet, aztán ő aztán majd úgy lepült, aztán menni Bukarestbe, tuszalt rá 2 hétre. Ott aki neki. Tehát az ügyiratokat. Igen. Akkor igen. És ebben a néhány napban kihallgatták Zoltánt ügyvéd jelenléte nélkül? Első este igen. Első este, de úgy, hogy fordítósá volt, úgyhogy sokan nem tudom. Tolmács se volt, és nem, ügyvéd nem, se volt, nem. És így hallgatták ki. Azt mondja, az nagyon hamar is meg, mert nem írtak semmit vele. Amiket kérdeztek, azt mondja, de azt mondja, hogy megértette, vagy nem értette, még sok inkább nem mondott semmit nekünk. Tehát nem nyilatkozott érdemben. Nem nyilatkozott, igen. Bölcsentette. Mindenesetre mindenképpen ez aggályos. És a börtönviszonyokról mit tud mondani? Milyen ahogy ő elmondta, és amit én láttam én is a tévében is, és amit elmondta, hogy az nem emberi. Hát akkor egy 4x4-es szobában vannak 6-on, 3 emeletes ágyban, és közepén van egy csík. Ott, ahol fel tudok alni. Akkor nem azt mondja, hogy ott van a vécé, ami aztán az ilyen guggolós, ott van egy tusoló is, ott a végz a dolgot, ott is tusol. A 3 naponta adnak már levizet is. Le van függönyözve a vécé? Semmi, milyen ajtó, semmi. Tehát ott az árka kvázi közepén, vagy az árka szélén, de úgy, hogy mind a 6 ember látja a másikat, amit végzi a dolgát, ott végzik a dolgukat, és ott is zuhanyoznak. Igen, ott is esznek. És heti hányszor van zuhanyzás? Kétszer. De az volt, hogy hogy hívják meg, hogy az árkán belül zuhanyozzanak, hogyha bent van az árka, ben van a zuhan? Ezt én nem tudom. Annyit tudok, hogy amit láttam, most ott úgy elmondott ő is, hogy mi van. Ottan tusolnak, ott szélre. De az, hogy csak 3 naponként lehet azt csinálni. Ugyan, mivel letusol ő, azzal lemosol a vécét is. Nem, hogyha van egy lehúzok ott, vagy mit vizet, nem. Mert tusol, azzal le is mossa a vészét, és dárja ezt a dolgot. És Zoltán dohányzik egyébként? Milyen dohányzó? Nem, egyáltalán sose dohányzott. Zárkában van? Na, olyan nincsen. Olyan nincs. Éppen mindig azért panaszkodik, hogy akkor bán vannak 6-on, akkor azt mondja, akkor mindenki cigizik, az erdő csak ő nem. Azt mondja, hogy ölik meg, azt mondja. Ölik meg, van füstöt csinál. Igen. És van egy kicsikájuk, azt mondja, a tetőn, és ott kimérottam. Mikor tudott először találkozni a Zoltánnal? 44 nap után. Addig nem engedélyezték. Ugye a feleségem is, ő is próbálkozott, akkor a fiam is sose engedték. Aztán 44 nap után megengedték. Nekem csak akkor, csak nekem. Azóta is csak én, engemet engednek be. A fiamot nem engedik. Mennyi ideig tart egy ilyen találkozás? 30 perc. Mennyit kell önnek utaznia? Mert ugye Székelyföldön vagyunk, de a gyerek Bukarestbe került. Igen, Bukarestben, igen. Mit mondtak, hogy miért Bukarestbe viszik őt? Ahogy hallottam, én sem vagyok biztos, hogy a terrorizmus, az ott kezelik Bukarestbe. Uh-huh. Ez mennyi? A vad. Uh-huh. Mennyi idő innen készi Vásárhelyről Bukarestbe menni? 3,5 óra. Majdnem 4 óra. Oda és vissza megint. Ugye. Tehát 8 óra önnek az, hogy a fiát lássa 1/2 órára? Igen. Na, de eleinte annak voltak, hogy megérkeztünk mi 9 órakor, és beengedtek délután 4:30-kor. Most előbb is tudja ezeket a csillás pontig, ilyeneket csinálnak, és akkor mind kérdeztük, hogy mi a probléma? Mindenki elment ma. Mi voltunk ottan csak, azt mondja, hogy az ügyész nem engedélyezte a
látogatás. Ennyit ott tartottak ennyireig, csak utána elvették a csomagot. A csomag az 10 perc alatt volt adva. És ezért mi keretöttünk, tudom, 8 órát is, azért csak hogy ott ülünk egy helyben, hogy az ügyész nem engedélyezi a látogatást. Tulajdonképpen az ön fiával szemben milyen bizonyítékokat hoznak fel, és egyáltalán mivel vádolják, vagy gyanúsítják, gyanúsítják. Mert vád még mindig nincs ebben az ügyben. Tehát nem jutott el ennyi hónap alatt sem olyan szakaszba, hogy az ügyész vádat emelne, még mindig nyomozati szakban van, és úgy tűnik, hogy nem tudnak újabb bizonyítékokat előhozni, de tulajdonképpen mi az, amit ővel szemben felhoznak? Hát, mit csinált azokkal a játékgolyókkal? Hát, az, amit ők nála kaptak, az nem. Azzal én nem tudok azzal semmit csinálni, én szerintem. És azért is húzzák az időt. Ott van Istvánt, ő nála kaptak ilyen torta, diszeknek, gyertyalkot, meg betardalkot. És azokkal húzzák az időt, mindig azt mondják, hogy még nincsen kész a... hogy lehet abból csinálni bombát, nem lehet a bombát csinálni abból. Mert tulajdonképpen itt arról van szó, hogy lehallgattak egy beszélgetést, amiben azt mondták, hogy hát, kéne egy nagy robbantást csinálni ezeket, jó fölrobbantani. És akkor ezt, mivel folyamatosan hallgatták őket, nyilván a hazafias tevékenységük miatt állandóan hallgatták, ellenőrizték a levelezéseiket, stb. Tehát a titkosszolgálat folyton rajtuk volt. Pont ezt kvázi kigúnyolódni, mint ahogy mi is szoktunk gúnyolódni, hogy mit tudom én, beszélek a Tomi barátommal, és akkor mondom, hogy hát szeretettel üdvözlöm azokat is, akik most hallgatnak bennünket, és milyen jó lenne, hogyha valami szebb hivatást választanának, mint más emberek magánbeszélgetéseit hallgatják. Ugyanígy hülyeskedtek ők is, hogy na, akkor tudták, hogy jó, felrobbantjuk majd őket a nemzeti ünnepükön. Tulajdonképpen meg akarták tesztelni azt, hogy valójában lehallgatják-e őket? Nem lehetséges, hogy erről van szó, hogy ezt egyfajta kísérletnek szánták? Szabadosan tudták, hogy hallgatóanak. Csak szerintem ezt még ők sem feltételezték, hogy ennek ilyen következménye lesz. Ők nagyon komorra vették. De hogyha annyira ma lehallgatták őket, vagy figyelték is őket, tehát lehet volna lehetőség, várják meg azt a december 1-ét, és nézzék meg, hogy mert hogy mondták, hogy hova teszik bár, nem tudom, hova a szemetes kukába teszik ezeket a bombákos, és valamilyen távirányítóval fogják felrobbantani. Na, se távirányító nincsen, se bomba nincsen, akkor el sem oda mentek volna, hogy uram, itt vagy, meg vagy fogva. Kihisztást csináltad. Igen, kihelyezték, előkészültek, és ami különösen érdekes, hogy hát ha ennyire így tart, hogy ők ebből úgymond bombát állítsanak el ezekből az alapanyagokból, igen, tudtam, akkor hogy gondolják komolyan azt, hogy Beke István november 29-én délután, nem tudom, néhány óra alatt egy működőképes bombát csinál ebből másnapra. Tehát ez is finoman szóval komolytalan. És akkor még azt kérdeznénk, hogy a telefonos kapcsolattartásra milyen gyakran nyílik lehetőség a... Egy héten háromszor. Mi esetünkben hétfő, szerda és péntek. És az is megint egy fél óra. És milyen hangulatban van Zoltán, mik a legutóbbi híreket? A mai híreket tudjuk, hogy elég jó. Láttam is a felvételt, megnézte Zoltán a... Én most csütörtökön voltam ott látogatni, akkor arra nagyon jó volt. Sőt, még ő biztatott, hogy tartsunk ki. Itt a felvételen látható néhány másodpercre, hogy a folyosón vezetik, és hát meglehetősen jó kedélyben valóban körülményekhez képest üdvözli menyasszonyát, és kicsit bele mosolyog a kamerába. Én így látom most, nem tudom, ott meg erősödött vagy valami, eleinte elég nehéz volt neki, így látom, de most már erős lett. Nagyon erős. És ön? Kérem. És ön? Hát én is próbálok erős lenni. És van egy kiváló testvér is, ugye? Igen. Csangor. Hát nagyon fontos, hogy... egy jó testvér. Van egy anyuka is, feleség is. Igen. Hát amikor az unikát elvitték, elnézést, akkor azt mondtam neki, hogy fiam, pakolj el és menjél el. Feleségének mondta? Nem, a Csonginak mondtam, a fiamnak. Ja. És azt mondta, hogy a testvére nem olyan, mit azt mondta.
Ja, mert hogy fél év volt, hogy akkor igen, a Csongi lesz a következő, akit visznek, hiszen ő is ugyanolyan nagy hazafi, mint a testvére, igen. Igaz? Ő is részt vesz a vármegye tevékenységében. Igen. Ő is ott van a Vasalbert felolvasók között, élelmezem, ilyen székezászló kitűzők között. És azt mondta, hogy nem megy el, mert a testvére nem hagyja. És mi is féltünk, hogy őt is ne veszítsük el. Ernő az előző részben feleségével és a menyével részletesen beszélt Istvánnak az ügyéről, de így a másik érintett apuka társaságában van-e valami, amivel úgy kiegészítené, vagy amit ő most úgy érez, hogy úgy szeretne megosztani? Igen, nagyon-nagyon sok minden lenne. Már sok mindent végezítek ezek a fiatalok, pozitívan, tehát nem negatívan. Itt most a zászlós dologról volt szó, amikor levették a székely zászlót innen a központból, ők voltak azok, akik 50 darab székely zászlót csináltak, és elmentes a központba feltűzték a székely zászlókat. De nem csak úgy, hogy mentek, tűztek, bementek, és mindenkit megkérdeztek, hogy megengedi a házára, feltéheti-e, tehát megkérték, hogy lehet-e. És nagyon kevesen mondták azt, hogy nem. És ma is ezek a zászlók vannak körbe-kereken, ezek a zászlók lógnak a központban. Abból az 50-ből, ami maradt még meg. Tehát nagyon-nagyon úgy mondja, hogy a kitartóak, amit elhatároznak, megbeszélték, elhatározták, az kitartottak és véghez is vitték azt a feladatot. Úgy tűnik, hogy ez mint hogyha veszélyes lenne a hatalom számára, mert hogy olyan látványosan folyik az asszimiláció, vagy az arra való törekvés, hogy az, hogy vannak olyan fiatalok, akik a székely jelképeket terjesztik, és megbeszélik a közösség tagjaival, hogy tűzzük ki, tegyük ki, és nem félemlíthetőek meg. Mint esetleg azok az idősebbek, akik a Ceausescu időben éltek, nyilván félszavakkal meg lehet őket félemlíteni. Látjuk azt, hogy most is folyik sokféle szinten a megfélemlítés, és egyszer csak van egy csapatnyi olyan fiatal, akik nem félnek, hanem azt mondják, hogy de igenis tűzzük ki, mi székely emberek, a székely városunkban tűzzük ki azokat a székely zászlókat. Hát nem nehéz nem észrevenni, hogy itt azért valami összefüggés lehet a között, hogy ők most fogságban vannak, és hogy ilyen bátor magatartást tanúsítottak, és hogy milyen érdekes, hogy a ügyükben is ugye nem robbanószereket, vagy nem lőszereket foglaltak le, hanem székelyzászlót, magyar zászlót, szimbólumokat, kárpátiás polotrikót, Vasalbert kötetet, magyar irodalmat, és a többi. Hát boldogató. A helyi közösség, a kézdivásárhelyi társak, kompitársak, itteni székelyek, hogy fogadták a ugye István fogatásának hírét, ugye nagyon sokan megmozdultak, Zoltánt aztán egy hónappal később elvitték. Hogy reagáltak ők, és ezt hogy élte meg, mint szülő? Hát így mindenki, aki reagált olyan formában, vagy megmondtam arra, hogy még itt is él, meg miért van az, miért hurcolják őket. Egyen mindenki nagyon fel volt háborodva. Viszont az idő, hogy telt, amíg minden szombaton tüntettünk, mindenki még kevesebbá voltak. És az idő, hogy telt, úgy az emberek is úgy látszott, hogy már ők is már belenyugodtak. Van még tüntetés? Azért szokott még lenni? Most már nincsen. De feliratok vannak ugye a főtéren? A feliratok vannak, igen, persze. És hát tegnap ugye a március 10-i ünnepségen is megjelentek a feliratok, igen. A hivatalos ünnepségen is, amelyek követelték két szabadságát. Annyit, hogy kérdezhetném meg, hogy a állampolgárságot, a magyar állampolgárságot mikor is, hogy szerezte vissza, helyesen értelmezve Zoltán, mert ugye nem formálisan nem magyar állampolgárként született, de magyar állampolgárságú felmenőkkel rendelkezik. És ez neki mit jelentett, és Istvánnak is mit jelentett? Mit jelent az, hogy ők magyar állampolgárok is ebben, hát, nem csak... Egy álom volt ez, hogy ez sikerült, ez egy álom. Szép álom. És boldog volt ő is, mindenki. Mi is az egész család, mindenki megcsináltuk, mert ez ügyeleztük, hát fontos az, hogy legyen meg a magyar állampolgárságok is. És ő aztán annyira belement Zolika, hogy
ő még lakcímet is csinált, hogy legyen ő ma igazából mindenképpen szavazóképes lehessen meg. Nagyon-nagyon ezt tett, nagyon várta azt a pillanatot, amikor is majd alapúval lehet. Úgyhogy tudom, hogy sokat tett is azért, hogy egyáltalán ez a sokat gondolat, ez valósággá váljon. Igen. Korábbi egyben. Mondjuk annyi biztos, annyi barátot keresett magának, hogy ez nem igaz, annyi jó barátot, sokat. Van-e valami, amit még szívesen megosztanának velünk, amit úgy érzik, hogy még elmondanák? Jönnek már a többiek? Hát nagyon köszönöm, hogy itt tetszenek lenni, és jó leírás érzés, hogy tudjuk azt, hogy valaki még mindig segít. És hogy lesz jobb is, reméljük. Köszönjük, hogy szorítsa meg a kezét. Talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk.